Üdvözletünk! A legfontosabb kalandjátékokkal kapcsolatos kérdés. Most akkor haldoklik, halott vagy épp újjászületőben van? Sokak szerint a műfaj legnagyobb hibája, hogy képtelen az érdemi megújulásra, pedig új ötletek vannak, csak nehezen valósulnak meg. Az idei felhozatal kicsit felemásra sikerült, néha csak többet vártunk, máskor pedig nagyobbat csalódtunk. A legtöbb cím kicsit olyan, mint az első randis csaj, aki profilból és félhomályban jól mutat, de szemtől szembe már nem az igazi. Na de mielőtt nekiugranánk a jelölteknek, jöjjön egy kisebb szenvetés azokról a remek kalandokról, melyek nem kerültek be a nagyok közé. A Tesla Effect, a Tex Murphy Adventure hamisíthatatlan FMV kalandjáték, amiben Tesla misztikus találmánya és néhány kiesett év elfeledett emlékei után kutathatunk. De említhetnénk még a régi módi grafikájú, multidéző, kiszámíthatatlan harcrendszerű és pikírt humorú Quest for Infamy-t, vagy a Gabriel Knight-os Jane Jensen misztikus kifiét, a Möbius Empire Rising-ot, esetleg pár keleti cifracímet, mint a Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney-t, a Danganronpa 2 Goodbye Despert, vagy az Akiba Strip Undead and Undressed. PlayStation 4-re is megérkezett a szürreális The Unfinished One, nem utolsó sorban pedig a Haunted House is kapott egy kevésbé jól sikerült új epizódot Cryptic Graves alcímmel. Mint látjátok, volt lehetőség kalandozni az elmúlt év során, de most már időszerű lenne rátérni a versenyzőinkre. Tim Schafer végre igazán visszatért 2014-ben a kalandjátékok piacára. Ráadásul a Double Fine csapata a Broken Age elkészítésébe a rajongókat is bevonta. A kalapozás vége aztán laza 3 milla és egy igazi gyöngyszem lett. A kicsit elborult világban játszódó kaland két fiatal felnőtté válásának története, amely pontosan a dagolt kalandjátékelemek, kicsavart fejtörők és féktelen humor zseniális egyvelegéből született. A játékon nagyon nehéz fogást találni, a kevés hiba egyike, hogy a második rész csak 2015 elején várható. A Violent Hearts The Great War ugyan könnyen eltűnhetett volna a túl hype-olt játékok tömegébe, de szerencsére nem így történt. Az első világháború vérzivatarába keveredett négy ember megható története remekül sikerült. A játék a képregényes megjelenítés ellenére megrázó dráma és csipetnyi humorral kevert párbeszéd arról, hogyan kell embernek maradni minden körülmények között. Ez egy emberi értékektől tocsogó csodás kaland, barátság, önfeláldozás és túlélés mindenek felett. A Telltale kalandok rendesen megosztják a játékosokat. Egyesek a műfaj megmentőjeként tekintenek a csapatra, mások kevésbé kedvelik a két évvel ezelőtt kidolgozott formulát. Az éves betevőt ezúttal két adagban szállította a stúdió, hiszen idén a Borderlands-et és a Game of Thrones-t is kezelésbe vették a srácok felemás sikerrel. Míg a Tales from the Borderlands nyitánya nem nélkülözte a kellemesen csípős humort, agyament figurákat és az abszurditásba hajló jeleneteket, addig a Game of Thrones Iron From Ice bevezetője sokkal sikárabb és kötöttebb lett, mint vártuk. A Baker Street-i génius 2014-ben is újra visszatért, és milyen jól tette, hiszen Sir Arthur Conan Doyle 1887-ben életre hívott figurája kortalan és aktuális. A Sherlock Holmes Crimes and Punishments a kievi Frogwares 7. PC-re is elkészített kalandja, amely kétséget kizárólag a sorozat legszebb és legjobb darabja lett. A játékmenet szórakoztató és izgalmas, a mini játékok érdekesek, és az új rész végre egy kis szabadságot is ad a játékosok kezébe. Sherlock, ha ezúttal nem is fozzal a többieket, de eséllyel indul az év kalandjáték a díjunkért. A nagy visszatérők között szokás emlegetni Ragnar Thornquistet, a The Longest Journey megálmodóját, aki hosszas tévejgés után visszatalált édesgyermekéhez, hogy ismét varázsoljon kicsit. A Dreamfall Chapters The Longest Journey egy fejezetekre bontott külső nézetes kalandjáték, ami három különböző világokban ragadt hős történetét meséli el. A játékmenet és a látvány tekintetében különösebb újításokat nem kaptunk, a történet viszont elég jól rajtolt ahhoz, hogy várjuk a folytatást és simán versenyre keljen a többiekkel. Az év egyik legjobban várt kinektes játéka Hidetaka Suheiro D4 Dark Dreams Don't Die című alkotása volt, amiben egy különleges képességgel bíró nyomozót alakítottunk. A meggyilkolt feleségünk ügyének megoldására tettük fel az életünket, a játékmenet pedig leginkább a Telltale kalandokat idézte, viszont az irányítást a mozgásérzékelőhöz igazították, így a mozdulatoknak és gesztusoknak kiemelt szerep jutott. Ettől és az elvont karakterei szituációi révén kapott egy különös ízt a D4, ezzel pedig 2014-es trófeánk egyik legesélyesebb címévé lépett elő.
Kalandos listánkat kevéssé meglepő módon eredményhirdetéssel zárjuk. Ahogy az elhangzottak is bizonyítják, a műfaj továbbra is létezik, így a temetésre még nem érdemes gyűjteni. Kedveltük az új Dreamfallt, és jó volt elmerülni Westeros romlott világában, de egyelőre sajnos egyik történet sem tudott rendesen kibontakozni. Jó volt látni, hogy Tim Schafer továbbra is elemében van, és semmit nem veszített sajátos humorából és alkotókedvéből, valamint örülünk, hogy Sherlock Holmes a kora ellenére sem rozsdásodott be. Az első helyért végül két alkotás maradt partiban, közülük pedig a Tales from the Borderlands jutott magasabbra. Nehéz döntés volt, mert imádtuk a Wildlands harc elképesztő hangulatát és atmoszféráját, de a Telltale játéka érzésünk szerint tartalmasabbra sikerült. Tehát akkor ki is jelentjük, 2014 legjobb kalandjátéka a Game TV szerint a Tales from the Borderlands volt. Köszönjük a figyelmeteket, és várunk vissza mindenkit a következő kategóriákra is. Sziasztok!